A legutóbbi fordulóban Dorogon 4-1-re győzött a Kisvárda, amely így 3 pont hátránnyal az egy meccsel kevesebbet játszó Balmazújváros mögött második a tabellán. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt nem rendeznek fordulót, így Révész Attila együttese még gyűjthet egy kis erőt a bajnoki hajrá előtt. Az eddigi teljesítménnyel elégedett a szakember. Mindig azt hangsúlyozom, hogy a legfontosabb a fejlődés. Ha figyelembe vesszük a tavalyi 16 fordulót, 23 pontunk volt. A jelenlegi 16 fordulóban 29 pontunk van, ami 6 egységgel több. Nyilván ez is az egyik oka, hogy második helyen vagyunk. A másik nagyon fontos ok pedig, hogy nagyon kiegyensúlyozott ez az NB2, és nincsenek kiemelkedő csapatok. Habár a Balmazújváros most ugye elő van, ő sem a nagyon jó játékának, hanem a sok 1-0, 1 gólos hajrábeli góljai számának köszönheti ezt. Én azt gondolom, hogy ezzel még semmi nincsen lefutva. Mögöttünk van ugyanennyi ponttal az Zalaegerszeg, 2 ponttal van kevesebb egység a Puskásnak, és még az is ott van a Soroksár, több olyan együttes van, aki pályázik a második, illetve még azt mondom az első helyre is, mert azért a Balmaznak is hátralévő 4-5 fordulóban kemény mérkőzései lesznek, és a Békés Csaba is ugye. De én azt gondolom, hogy azt, amit mi terveztünk, azt maximálisan végrehajtottuk, és a hátralévő 4 fordulóban még kozmetikázhatunk, még szépíthetjük is az őszi eredményünket. A Kisvárda Mastergúr a jövő hét végén a Grosics Akadémia csapatát fogadja, majd Cegléden, illetve hazai környezetben a Balmazújváros és a Budaörs ellen lép pályára Révész Attila együttese.